Sziasztok, gyerekek! Sziasztok, gyerekek! Most pedig lesz egy kis meglepetés. Mivel? Nem buli, csak ilyen. Mivel? Mivel apósomnak van a születésnapja. Ó, születésnapja van Emil bácsinak, gyerekek! Igen. Na most felnyomunk neki egy tu... Nem nyomunk fel semmi. Veszünk neki egy tortát. Veszünk most neki megyünk egy érte. Tortát? Igen. Egy tortát, de milyen ízűt? Pörkölt, nem pörkölt. Pörkölt is lesz. Az is lesz, igen. Te főzöd. Orosz krém. Orosz krém, azaz. Lássátok? Igen. Orosz krémes tortát veszünk neki születésnapja alkalmából, illetve én rottyantok egy pacal pörköltöt sós burgonyával. Én pedig egy tyúkhúslevest. Ő pedig egy tyúkhúslevest, és megüljük egy kicsit szerényen az asztalnál, mivel nem tudunk olyan nagy hangsúlyt fektetni az egész dolognak, mert sajnos igen, történtek a családba különböző események. Igen, amiért nem lehet. Igen, úgyhogy, de viszont a születésnapját meg örülünk, hogy itt van köztünk. Van. Értesse az Isten nagyon sokáig erőben, egészségben, és nyomjon nekünk ilyen műsorokat, amiért szokott. Felfele. Nem labdaszedő, bemutassuk nektek a mai nap folyamán. Igen, igen. És igen, megmutassuk nektek a tortát is. Jelen pillanat, ahonnan vásároljuk, Hajdúszoboszló. Hodosi cukrászda. Yes, jövünk. Igen, sziasztok. Gyerekek, itt a torta. Jaj, hogy mutassam. A dobozba. Nem tudtuk megmutatni. Vagy nem tudjuk megmutatni nektek, mert le van kapcsolva, ebben a lövőben, be van ott kapcsolva. Úgyhogy fehér, de úgy is meg fogjuk mutatni. Persze, úgy is látni fogjátok. Látni fogjátok a meglepődés, meg ezt, azt. Igen, mert nem tudom úgy semmiről semmit. Most megyünk a Pennybe vásárolni. Nagyon szeret a pacal pörköltöt, úgy igen, csinálok neked. Meg a húslevest. Így van. Úgyhogy, megyünk továbbá, találkozunk a boltba. Sziasztok! Pogácsák lesznek, levesek, úgyhogy Rita az nem szereti a pacalpörköltöt, úgyhogy neki csinálunk ilyen gyors, mirelites csirke mellett. Na, úgyhogy itt vagyunk a Pennybe. Megyünk haza, és csináljuk a... Megyünk haza, gyerekek, és összeállítjuk az ételeket, amiket telefonozik. 12. Ne jó, szíktem egy. Na, megyünk, fizetünk. Én meg vettem egy fizét, egy ilyen ananászt. Egy ilyen ananászt. Igen, igen. Bórjú májos. Ez nagyon finom. Sült agyonas. Vissza kell rakni, azt van ráírva, hogy Emil, gyorsan rak vissza, gyorsan, siess, mert felrobban a kezedbe. Vissza kell rakni. Jaj, gyorsan azt is rak vissza. Ezt, ha nem rakod vissza, mutassa, hogy akkor börtönbe mész, látod? Mész a börtönbe, látod? Gyorsan rak vissza. Na. Nem is húzom tovább, gyerekek, kapulunk, fizetünk, és rakjuk össze a kaját. Jaj, gyerekek, valaki XXL, valaki XXL. Hát én veszek egy bőrt.
Nem csak viccelek. De viccelek. Mi? De hogy viccelek? De viccelek. Mi van? Beragadt az ajtó. Beragadt az ajtó. Szórakozol? Hát akkor hogy megyünk be? Hát szerintem. Akkor megcsinálta, berúgta. Ennyi. Ügyes voltál. Köszönöm. Meg vagy tapsolva. Közben itt vannak gyerekek, amiket megvettünk. Kezdünk hozzá most már a főzésekhez. Gyújtom is befele gyorsan a tüzet, gyerekek. Indítsuk befele. Majd veszük nektek a folyamatokat, hogy mit csinálunk. Na, hadd szóljon. Gyere, fiam. Nos, betekintetek egy kicsit hozzám, hogy hogy készítem el a pacal pörköltöt. Jelen eset most ő 70 deka siradékot adok hozzá a pörkölthöz, tehát a zsír, sertés zsír, 70 deka, és 1 kg hagyma, illetve 6 gerezfok hagyma, ami már bele van itt vágva. Ezt fogjuk. Nem jut eszembe, várjátok. Igen, azt akartam, csak kíváncsi voltam, hogy tudod-e. Hát, igen, gondoltam. Na, hát ezt fogjuk meg dísztolni, dísztelni, aki hogy mondja, mert több nyelven is mondja. Dísztel, dísztal, dísztol, fíztol. Fíztol. Igen. Úgy, hogy bele zubbantottam a hagymát. Hát ezt le dísztoljuk. Nagyon kell sietni, gyerekek, mert most hány óra van. Nézzétek, 2:45 van, ami azt jelenti olyan 7 óra. Nem, 4:45. Igen, csak kíváncsi voltam, hogy megint tudod ezt. 4:45 van, igen, és én jártam iskolában úgy. Igen, komoly iskola, komolyabb. Igen, úgyhogy 7-8 óra fele már kész kell legyen a pacalpörkölt, illetve a finom húsleves, illetve kókuszgolyók, kakócsigák, fogácsák, csirkemellek, rántott sajt. Rántott sajtok, tehát mindennek késznek kell legyen. Sűrtuk. Na, ezt ledíszteljük, aztán utána. Nem kell a bors? Jaj, de igen, csak megint kíváncsi voltam, hogy tudod-e vagy nem, megfogom a kamerát, várjatok, mindjárt jössz a borsot, meg szoktam hinteni, igaza van, mindig a pörköltet úgy szoktam, hogy meghintem. Cseppet, borsra, és ahogy ez a borsos, sűléses, nyomásos folyatag van, Sűléses folyamat van. Nagyon-nagyon-nagyon jó íze van. Íze van? Illata van az egésznek, úgyhogy én azt mondom, gyerekek, hogy ha egyszer valaki eszik a főztömbből, azt fogja mondani, hogy hát ez a spártaika már nagyon kemény. Nagyon jó fő. Képzeljétek el, hogy volt olyan barátunk, aki nem szerette a pacalt, és ahogy Emil megfőzte, megkóstolta, és az lett a kedvence neki. Így van. És 2-3 tányérral is evett belőle. Azt hiszem. És egybe figyeljetek oda, hogy ne előfőzött pacalt vegyetek. Jó, aki nincs ideje, gyorsan összedobja, de akkor se lesz olyan, mint az igazi pacal. Ez olyan, mint a törölköző fehér, törölköző felszeletelve, gyerekek, a nyomatagokba, a folyamatokba. Úgyhogy az ananász legyen veletek, ahogy a fiam ottan stabiloskodik. Nem volt idő, még kipakolnunk se gyorsan az asztalra. Leraktuk a cuccot, hogy gyorsan. Minél hamarabban készen legyünk. Igen, hogy gyorsan már legalább a pörköltöt rakjuk fel, mert ennek sok idő kell, legalább, hogy 4 rossz a 3 és 4 rossz. Én is megyek, rakom fel a tyúkhúsleves. Igen. Na, jövünk vissza hamarosan.
vissza fűnyére húzik, mint egy gyerek. Meglátszik, hogy nem ütjön át ezt, mint sose. Nézzétek meg, jobbra-balra kering. És mivel láttátok, hogy nem értünk rá kiolvasztani a pacart, mert most vettük meg, ezért biztos jártatok már ti is így, hogy majd benne kiolvad. Csinálunk egy olyan dolgot. De miért nem értünk rá? Hát azért, mert voltunk ruhát próbálni. Igen. És föklabányba, amit láttatok már lehet. Megiraktuk a YouTube csatornánkra. Ha nem, akkor nézzétek, nézzétek meg. És most jön bele. Hát itt valamelyik jól van, valamelyik nem. Nem volt. Szokott olyan lenni, ezt ledobom most ide. Úgy is összeszedjük, csak a lényeg az, hogy most már rakjuk fel, hogy már följön, utána tudjuk csinálni a dolgokat, a kis díszítés, meg ezt azt, amik kellenek. Nem tudom, mondtam, hogy hány kilóba tart. Nem. Jó, akkor most mondom 7 kiló. 7-7-es. Mint a törpék. Én megmondom őszintén, hogy én azért nem szoktam leönteni róla a vizet erről, mert ha most bele öntöm, és még hozzáöntök vizet, akkor sok lesz rajta nagyon a víz. Így meg meglátom, hogy mennyi vizet ereszt, és majd utána meg feltöltöm, hogy éppen lepjel, és akkor mindig majd töltök hozzá, amennyi kell éppen. Van olyan ezekben a csomagolt pacalokban olyan, hogy valamelyik nagyon vastag, ugye ott a gyárba. Nem jól vágják el. Igen, nem jól vágják el. Azt kiszoktam venni, azokat. És felvágjuk. És elvágjuk olyanra, amilyenre pont éppen nekünk megfelel. Na ez az utolsó. Na nézzétek meg, 7 kiló pacal van benne. Itt van, pont azt akartam mondani, nézzétek, itt látjátok? Mert erről beszélek, hogy van ilyen. Nyilván ezt senki nem szeretné így megenni. Úgyhogy ezeket, ahogy egy kicsit engedett, összeesik, szépen kivesszük, felvágjuk azokat és visszahelyezzük. A lényeg az most, csak hogy gyorsan elmondjam, mindjárt megnézem, hogy mennyi vizet ereszt. Amennyi vizet kieresztett, ha kevesebbet, akkor töltök hozzá egy éppen lepjel, hozzáadom a házi piros paprikát, illetve belerakok még egy TV paprika. Igen. És nem is egyet, hanem kettőt. Az meg majd céljel fog főülni. Na most közben kicsit kavargatom, hogy minél jobban olvadjon. Hát ez a folyamat. Ha nem akarom nagyon rabolni Nikinek se az idejét, mert fel kell rakom a húslevest. Igen. Úgyhogy jövünk vissza, gyerekek, jó? Na már is itt vagyok. Az asszony felvágta a gyönyörű szép csíkokra, így már csak másabb. Megy bele, oké is. Hoztam 2 paprikát, csak 4 fele van vágva. Szépen megy bele. Illetve a paprika, a házi. Egy kicsit hoztam a tűz alá, kicsit, hogy induljon be a dolog, mert nincs sok időnk. Milyen lesz a színe. Már jó illata van. Na, hát ez így ráér szépen most már főni. Gyönyörű szépen az ízek éljenek egybe. Majd jövök nektek, hogy milyen fokozatba fő már, mennyi ideje fő. De körülbelül ilyen 3,5-4-et számolok rá. Na gyerekek, már felraktam a tyúkot főni, majd ha habzik, leszedjük a habot,
és ha már nem habzik, majd bele fogjuk rakni a zöldséget és úgy főzzük. A végén pedig, hogyha megfőtt a tyúk, akkor kisütöm, meg felízesítem a leves. Így van. Közben Ritának, mert ő nem szereti a pacalt, ilyen pillanat videózunk trapistasajt, illetve színhúsból csirkemel. Ilyen valdoros csirkemel, akkor mi lesz még neki? Sült krumplival. Meg lesz pogácsa. Lesz pogácsa még, az kisül majd a sütőbe. Kókuszgolyót, Nikikéjét csinálják hamarosan. Úgyhogy itt meg a húsleves. A pacal az fő, egy kicsit esik az eső, de nem jelent problémát, mivel terasz van, nagy fedett teraszunk van, hála az Istennek. Igen. Úgyhogy jövünk nektek így sorba. Na gyerekek, hát Emil bácsi nem szereti, hogy mi van készülődőben. Nyugodtan végzi napját, ahogy szokta. Mi a baj? Toltál rá. Úgy igen, úgyhogy átkötöttük. Hallgass! Én szerene vegyem, hogy videózom, akkor én levágja, úgyhogy csúnyiba kell. A gyerekek hoztak ilyen szürke fákat, ahogy ők fogalmaznak, ez egyébként ez gyümölcsfa. És azért jó ez, mert ami nekünk van, az fenyőfa, és az nagyon-nagyon füstöl, illetve a gyonta ég ki belőle, az pedig nagyon nem jó. De ez a gyümölcsfával ez nagyon tökéletes lesz. Hallani lehet, ha nem focizol egy pillanat, várjál, Emil, hogy esik a... Eső. Igen, igen, ez is határesetre raktam ide a bográsra, úgyhogy nem kell most mozgatnom. Na, viszont itt vagyunk a pacalnál. Hát, mit mondja? Főböge. Itt a paprikalás, láthatólag itt már feltekerezett a fakanára. Úgyhogy raktam bele még babéllevelet, olyan 5-6 babéllevelet ebbe. Nagyon jó kis ízt ad neki egyébként, meg egy kis kanálköményt. Most már beleraktad? Igen. Belefogod? Beleraktam. Jó. Kis kanálköményt. Mm. Na, hát ez hagy főjön. Én is közben sütöm kifele a sírka mellett, meg a sajtot, utána pedig a... Pedig a sütemények, közben benne van a bugi. Ja, maradjatok itt, várjál, tartsd meg a kamerát. Vettem gyerekek két üveg megybort Emil bácsinak, nem ajándékra. Nem, eper. Igen, na kíváncsi voltam, hogy tudod-e. Eper bort vettem. Mert ez nagyon-nagyon-nagyon finom. Próbáljátok ki, kóstoljátok meg. A pennybe kapható ilyen 1600-800 forint, szűk 2000. Mi? Tényleg finom. Szűk 2000 forint, de az epres, ne a meggyest vegyétek, az eprest, ami az eper van. Vagy az imit én is elfelcseréltem. Nagyon finom. Úgyhogy ebből vettem kettőt, magába is lehet fogyasztani. Úgyhogy kaja után előtt, hogy amikor akarja Emil bácsi, labdaszedőnek most kimenőt adunk ital szempontjából. Nyilvánosan. Nos, ha most nézzünk, hát körülbelül ennek kell még egy jó 30-40 perc is elkészül. Tehát szoftá főzzük, illetve a végén, de közben amúgy adom hozzá a sót, és a legvégére hagyom a finomítási fokot, mármint a sóval, és akkor ezzel is készül. Ennyi lényegében ez. Hogy főjön, közben az asszony az már itt csinálja a
krumplit, burgonyát, huszója, bemutatom a pogácsát nektek. Itt a pogácsa, itt van a pogi pogácsa, még van bent, akkor itt van a húsleves, még fő, szépen. Ebbe sült ki a sajt, meg a mi még a csirkemell, illetve egy pillanat, mutatok nektek, ott pedig a másik adag pogácsa sül, itt a levelsőt már mutattam, mutatom nektek a kis sajtot, meg ezt azt. Nos, itt a sajt, itt van a kis csirkemell, hát ez itt, ez Ritukának készült, mert ő nem szereti a pacalt, úgyhogy ezt neki, meg Vióka, meg aki eszik belőle, a gyerekek, azok majd fogyasztanak belőle. Frissen lesz hozzá kisütve a sült krumpli. Ennyi egyelőre. El fogod te azt rontani, Emi? Közben esik az eső. Szakad az eső. Hát nem szakad, csak a kis hűhűt álmoztam le. Esik. Itt a rüst, úgyhogy éppen mellette van. Tína? Na, lerakom, mert pont hívás van. Voilà! Elkészült a pacal pörkölt. Hát kedves nézőink, ugye látni lehet, hogy itt szaftról beszélünk. Szaftos lett, lássátok? Szaft. Le van szaftosodva, puhára főtt, úgyhogy ez elkészül. Nos, viszont megyünk Kemálnéhoz, megnézzük, hogy most jelen pillanat mit csinál. Kemálné, elmondaná, hogy mit csinál maga? Kókuszgolyót csinál? Igen. Ami azt illeti, hogy szerintem a kókuszgolyót kell még megcsinálnod, meg még mit még? A krumplit megfőzni, meg a tésztát, és kész. Kész vagyunk. Kitakarítunk, és akkor kipakoljuk ide a kaját, és akkor Emil bácsinak a meglepetési. Hát, nem mondanám, hogy teljes 100%-ba születésnap, mert akkor lenne, hogyha mindenkit lenne, ez sajnos nem tud itt lenni a nővérem, Anna Mari, sógorom se, mivel sokan tudjátok, hogy mi történt. Igen. Köszönöm a kiegészítést, fiam. De úgy, hogy nem tudjuk mi sem nagyon így nagy hangot ereszteni ennek az egész dolognak. De azért úgy gondoltuk, hogy legalább egy kis kaja legyen azért, hogy eszünk egyet, meg a tortát elfújja szegény, mert örülünk, hogy itt van köztünk, itt legyen jó sokáig is a pater. Úgyhogy ezért gondoltuk, hogy csinálunk egy kis videót nektek, és bemutassuk majd a reakcióját, így van? Így van. A gyerekek meg szerintem segíteni fognak. Sziasztok! Kókuszgolyót csinálni. Csinálni, igen. Meg most látok a mancsotokat? Nem. Akkor irány és utána mehettek. Gyerek. Oké is. Nos, visszamenőleg pedig... Ó, fiam, mi van, éhes vagy? Na, hát ezt pedig bemutattam nektek, elkészült a pacal. Tényleg gyerekek, nagyon finom lett, nagyon puhára főtt, úgyhogy ez burgonyával, főtt krumplival már lehet is fogyasztani. Na jövünk nektek vissza, szerintem már a késszel, igen, hogy minden kész van, és utána már várjuk őket, hogy megérkezzenek. Megnézem. Sziasztok, jövök vissza. Jövünk vissza. Csukd be az ajtót! Csukd be már! Á, gyerekek, nagyon tréning, de nagyon tréning, de nem tudjuk hárapni, gyertek! Miért jöttek? Elkéstünk, gyertek! De van, gyertek, csukd be! Gyertek!
Elkéstem, gyerekek, elkéstem valamit. Énekeljünk már még. Boldog születésnapot! Na most, milyen olyan dicsomonok? Azt nézd meg te! Boldog, beborult az ég felettem! A felesége! Áj, la. Isten értesen! Elég már innen el, na! Miért jöttél ilyen hamar? Hát ez nagyon a szinte! Ja, hát azt akartam, hogy... Miért jöttél ilyen hamar? Hát azt mondtam, félre, anyu! Elcseszted! Elrontottad, anyu! Miről kétszer? Két ötös melfúz! Kívánj valamit! Két kívánságod van! Egy, kettő! Igen, egy gyújtsd meg, mert ez nem sikor. 5 meg 5 mennyi? 55? Igen. 5 meg 5 az 10, nem 55. Nem, egymás mellé rakod. Ja. Most ezt helyettesítsük, ezt tett? Ja. És így lesz a teljes. Éljen! Na foglalj helyet és nézd meg, hogy mit nyomtam neked. Gyere, gyere. Nézd csak, ne! Ezt nézd meg, ne! Fasza a pörköt? Néj, meg mit főzött neked a spártai piac? Gyere ezt, tetet! Ma mindjárt adom az ajándékot, csak várjál még! Üljél oda, de vannak pillanatok! Itt vannak, gyere, nézd meg, itt vannak a finomságok! Le kell venni róluk! Vannak itt, vedd csak le az összes! Mi ez, fánk? Nézd meg, mennyi mindenek! Levesek! Ne! Kakaócsigák! Ott van, itt is lehet nézni! Ez mi ez? Kenyeres, kókuszgolyó! Kókuszdió? Hogy mi az? Hát, ilyen ügyesek vagytok! Le vannak kizéve minden! Még most hozzuk kifele, csak nem tudtunk kipakolni, mert gyorsan hirtelen jött! Hát, megelőzte! Szevasztok, szevasztok! Gyorsan jött ki! Igen, na akkor itt ez a tóltások, mert már itt fogom már miért. Hát akkor tudod, milyen még egy kicsit? Fogod? Várjál, meg nem fogom. Ez egy nagyon finom torta. Ez egy orosz krémes. Orosz krémes torta. Orosz rémes. Orosz rémes. Úgyhogy ezt mondom neked. Na ide figyelj! Ezt, amit megtettétek velem, ez egy nagyon megtisztelő dolog, és megmondom őszintén, hogy én ezt még vissza fogom horonálni nektek. Nehogy vissza! Szívnyolható zene. Én akkor azt is megeszem akkor. Üljél le! Feltállalom, minden levesek, mindenek készek vannak, ott friss pogácsák, mindenek. Nagyon éhesek. Üljetek le! Egyetek meg minden! Nagyon éhesek vagyunk, ki vagyunk éhesek. Ki vagyunk éhesek, tesszám, szóval, ha nem jól főztél, elhajtunk. A házat túl. Jókat főzünk, mindeneket nézünk, miért jó. Nagyon jó, néz ki. Üljetek le fele, most már kajának. Nos! Kedves nézőink, Kemjú bácsi már neki is látotta a kajának. Hát ilyet még nem láttam, mert már most akartam egy kis kaját csinálni, mert úgy meglettem. Ez az, hogy már ez már valami egyszerűen kimondhatatlan szóba nem tudom önteni ezt. Isten éltesse, jó étvágyat! Egészségetekre! Jaj, neked nem öntött fel! Ez a tiéd. Egészségetekre! Egészség, mindjárt Steffi is kocint, a többiek csak jó, a kamerás most jelent. Én vagyok a kameramen. Egészség. Na, azt meg azt. Ó, ez nagyon finom. Komoly. Úgy képzeljétek el, hogy alig tudtuk el. Nem kell rá kísérő. Neki akart halatán is ütni most. Nagyon veszélyes. Azt sem tudtam, hogy csaljam már le. Ezt leszem magunknak. Nem tudom, Sanyi, ha nézed. Valók, Sanyikám, köszönjük szépen, nagyon finom pálinkát adtál neki. Jó, akkor egy vajam már. Ezek hazudtak nekem. Eper.
Azt mondták, hogy itt van egy delegáció, és a lagzik fel kell vállalni, meg kell beszélni az időpontot, és azért jöttem le, úgy tudtam lejönni. Igen, így tudtuk lecsapni. Vacsorát akartam. Mindjárt iszok én is egyet. Na, ilyen te is egyet. Fájnkát iszol, vagy bort? Hát, mindjárt iszok egyet. Na jó. Nos, hogy néz ki a hajam? Na mindegy. Mindegy. Na további jó itt vagyok, nem is zakatom. Eterból. Nagyon finom, próbáljál. Nem tudom, hogy nagy ötszöszeregemet a köszönetet megnyilvánulni. Kóval leszok itt a kedves családomnak is, meg a kedves nézőknek is, meg a rajongóknak az a rengeteg köszöntés. Ez boldogság önt ki a szívemet, őszintén megmondom. Hogy a sírás, és megmondom őszintén, örömkönnyeket hullajtottam, mikor bejöttem ebből a zajtón. Hát nem tudom, hogy köszönjem, nagyon semmi. Jól esik, hogy mi ennyire... köszönjük, hogy ilyen szép családot alapítottál, hogy itt részese lehetünk. Meg az Isten éltessen tényleg nagyon sokáig erőben egészségben. Na most azt hiszi, hogy azért mutatom meg, mert ő mondta, pont azt akartam. Tényleg? Igen. És ott van a kis... És így van, dédunokád. Itt van a kis Eliottunk, kimádom. Igen, jó étvágyat a csöpségnek. Itt van Vióka. Itt van öcsém, Erik. Ő is itt van. Viszed a kamerát az emberről. Na, szevasztok. Na. Te meg mire költöztél? Mert mi vagy te? Püspök vagy kántor vagy miért vagy? Az a showgórom, az hangolás, yes. A pályinka elsőnek. A pályinka az első. Mi? Nem tudom, érezem magam most nagyobbnak. Nos! Kiszedtem a kacat. Erről igazán. Na már ez is az ember. Mint az anyám, te jön. Ne foglalkozz a Balázs, csinálok én most, amit jól érzem magamnak. De fiai. Jaj, az meg is itta. Az meg itta. Olyan, mint az anyám tejjel. Megitta. Oh my God, de finom. Na hát ő nem szereti a pacalt. De Emilnek az aftját meg kell kóstolni, ma úgy befőzi, hogy még amit nem szereted is megszereted. Szóval már szerint nézzétek meg. Tudod? Na. Hát már ide ezt is neki mutassatok. Azt. Egyél már. De majd még mindjárt. Ne foglalkozom. Mindjárt iszol, add ide addig. Akkor add ide azt. Na akkor, de ne sok, de úgy sokat igyál bele. Nem, akkor üljön. Ezt mindent nekem csinálták. Ezt mindent, mert én ezeket szeretem. Ráncot sajtokat, csirkemelyeket. Melyek? Hát miért sokkal nőtt van? Gondolt rá. Nagyon szeretlek, Zsumi. Hát ez az... Tudj, hát akkor ide le. Színvonalak, színvonalak! Az ötét ne halljál égen. Olyan, mint amilyennek kell lenni. Igen. Ilyen, amilyennek kell. Sógol, jó. Jó, van, örülök neki, jó mét vagyok. Na, Fater, szedjétek kifele, anyu. Nem, sógol, nő vagy. De mit tudok szégezni? Nehogy mindegy, enni kell még, azt a szegyed, azt a tatt. Nyíj csak meg azt, hogy megromlott már. Az a csípős csalamádias, nem? Örülök neki, jó étvágyat. Itt van a savanyú, csak ezt, Niki, ezeket a poharakat légy szíves, azokat szelektálnám. Ez ilyen megtanítanak én benneteket az életben. Na, jó lett. Úgy kell csinálni, megtanítanak. Van, mikor kajáztok. Ezt ne felejtsd el. Van egy fél deci. Megiszod, utána eszel egyet, utána még egyet, abban meg úgy lezárod jobban. Azt annyi? Persze, azt. Csak nálad nem így történik. Te folyamatosan iszod. Hát azért, mert eznek van egy igazi jó íz, mint az anyám teje. Ne beszélj! Hát annyi gyorsan szedjed azt ad kifele. Meg tudod, hogy miért? Hát. Mert lehűtötted a hűtőhöz jó hideg. Hú, de pazar, atyak, de üljetek le akkor tik is. Én nagy mondom elszintén, ezt nagyon szeretem, ezt a betár csipmókos ginisztát, érted, nagyon be vagyok, érted, pörök belához, én nagyon szeretem. Apus, ez csípős. Ez csípős. Azt pedig, ezt az előnyet, az előnyet. Ez ilyen, itt van a gumorka is. Az eldre. Ja, ezt mondod. Igaz, hogy minden marha az eldre vágyik amúgy. Ez az élet hozzá. Jó étvágyat. Fogyasszátok egészséggel. Hát nem tudom, hogy köszönjem meg, de megmondom őszintén. Lesz ennek meg
Így se ne pedig. Lesz-e még így se? Menjetek, ó, még nem menjetek el még. Majd maradjatok itt. Jó, minden van, amit enni kell. Igen. Én mámon nekem ez, nekem ez elég. Hát úgy döntöttem, a mai napon a fogyókúrát elhagyom. Jó, teszed most, csalónap van, csalónap. Igen. Na gyerekek, véget ért. Jól érezte magát, meg itt az összes bót. Ma mindenki elment. Mindenki elment, gyerekek. Kitakarítottunk. Nagyon jó volt minden. Örült neki, hál' Istennek. Nagyon szépen köszönöm ezt, fiam, drága fiam, ezt nem felejtem el. Tényleg bám olyan... Nem olyan napomból, most valahogy úgy felvirágzott egy kicsit ezen a de... Hát igen. Mondjuk, hogy megadta őket egy kicsit. Nagyon szépen köszönöm, mert egyrészt van egy kis bánatom is, meg egy kis... Ebben záró éjkoppána. Születésnap a nap. Menjünk most már hazafele. Menjetek már, most már ne! Most már látod, hogy remélek is feküdnének már van egész a panyi trapáta. De nincsen már benne, hát már nem úgy sem maradnék már. De már hova? Ne. De már neked. Nem egész a panitrapáta, menjed meg a fiat. Hát nem tudtam, akkor jöttem volna segíteni. Igen. Birka. Nem tudtam, hogy Birka. Ebben zárul a makimóka mára. Menjünk, hagyd pihenjenek itt. Mindjárt véget. Na, most elég volt ebből. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Kicsit betekintettetek ebbe a kis napba, amit úgy próbáltak a gyerekek csinálni, hogy az apjuk ne vegye észre. Hát ez sikerült, mert nagyon nem vett észre belőle semmi. Keményen. Szomorú is volt már, ma kedvetlen is. Igen, igen, igen. És hát, nem tudom, mert ez most az a kedvenség, tudod most a családban is mit jön. Lehet azért azt hitte, hogy elfelejtettük. Igen, szerintem. Lehet. Nem, látom, senki nem jön el hozzá. De azért a köszöntésük nagyon sok volt, mert nagyon sokan gondoltak. Nagyon sokan megköszöntötték Facebookon, nagyon szépen. Egy posztolat volt, mind 500. Igen, köszönjük a sok köszöntéseket, hogy felköszöntünk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a köszöntést, igazán jó leső érzés tőletek. Az Úr áldása kísérem benneteket erőben, egészségben, boldogságban, sikerekben. Hát nagyon kedvesek vagytok, és millió puszi ölelés nektek. Legyetek szerencsések, tiszta szívemből mondom. Ez a kívánságom születésnapomra, hogy mindenkinek az erő, az egészség, a siker, a boldogság koronázza az életét. Millió puszi, sziasztok! Sziasztok!